Augusztus közepén, 15-én jelentkezünk majd az idei 16. körmendi böngészővel, amelynek összeállítása retrospektív lesz, visszapillantunk az időben, hiszen az elmúlt hetekben nem voltak nagyobb rendezvények, események városunkban. De jó alkalom lesz ez arra, hogy egy kicsit hangolódjunk a hétvégére, az ismét hagyományos módon megrendezendő körmendi napok eseményeire. Az adásunk előtti hétvégén azért már volt pár esemény, ezek egy részéről a hírblokkban szólunk, egy részét pedig később fogjuk feldolgozni. Az ez történt jegyében készülő hírösszefoglalónkban szólunk arról, hogy roma holokauszt emlékművet avattak Körmenden, hogy ismét megtartotta a végvári győző emlékversenyt a Munkáshorgász Egyesület, mint ahogy megint városunkba érkezett az utcai kosárlabda utazó cirkusza, a streetball is. Végül mutatunk néhány felvételt az idei strandfoci bajnokságról. Részletes tudósításainkkal, ahogy jeleztük, visszapillantunk az időben. Elsőként hangokat, dallamokat idézünk a hangtálakkal foglalkozó kaszinói estből, majd visszaidézzük az utolsó megszokott mederben lezajlott körmendi napok, a 2019-es programsorozat két elemét. A városunkba érkezett ukrán testvérvárosi csoport bemutatóját, és zárásként az akkori Rába Parti tűzijátékot. Mindez tehát hétfőn, augusztus 15-én a 16. körmendi böngészőben a Körmendi Városi Televízió csatornáján. Kapcsoljanak majd oda!